Önök a Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket! Negyedik állomásához érkezett a Bátaszéki Táncolj velünk programsorozat, ezúttal a szalontáncokkal ismerkedhettek meg a városban élők. Egy, két, há, rúg és rúg, egy, két, há, rúg és rúg, egy, két, há, rúg és rúg, egy, két, há, rúg és köszönöm. Közös tanulásra várták néhány napja a szalontáncok iránt érdeklődőket Bátaszéken. A Táncolj velünk névre keresztelt programsorozat negyedik állomása volt ez. Próbáljuk a kínálatot színessé tenni. Az elmúlt esztendőben például a latin táncokat mutattuk be, és a dolce dance-esek voltak azok, akik mindhárom alkalommal kicsit fölforrósították még itt a nyári hangulatot az Árpád utcában. Ebben az évben egy kicsit vegyes lesz. Az első alkalommal két héttel ezelőtt moldvai táncokat lehetett ropni, tanulni, azokkal lehetett megismerkedni. A Juhos együttes volt a vendégünk, és ők tanították a táncokat. Most ez a mai alkalom talán egy kicsikét kakuktól, de mindenféleképpen szerettük volna megmutatni azt a bátaszéki csapatot, amelyik hónapokkal ezelőtt elkezdte a munkát, és a szalontáncokkal ismerkednek minden héten kedden este a Petőfi Sándor Művelődési Házban. És Gál Lacit, a táncoktatót és a feleségét Dórit megkértük, hogy jöjjenek el, mutatkozzanak be, hát ha lesz még kedve esetleg néhány párnak vagy embernek csatlakozni ehhez a csapathoz. Két hét múlva pénteken pedig Pécsről érkeznek vendégeink, és a roma táncokat fogják megmutatni, és szerintem az is egészen forró hangulatú lesz. No de ne rohanjunk ennyire előre az időben, térjünk inkább vissza a legutóbbi szalontáncos esthez, na és persze a szalontánc és a bátaszékiek kapcsolatához, mert hogy egyre többen űzik ezt a mozgásformát a városban. Beindult egy tánciskola a művelődési házba, és olyan kedvet kapott egy másik baráti társaság, hogy ők is indítottak egyet. Ők úgy kérték, hogy nyári szünet legyen, hisz most ugye nyaralások meg egyéb programok közbe jönnek így nyáron, de ősztől, mikor megjön a rossz idő, akkor ismét folytatjuk egészen tavaszig. Tulajdonképpen a művelődési házba ez a tánciskola úgy indult be, hogy az egyik hölgy, aki oda jár, tudni kell, hogy ők felnőttek. És látott egy nagyon érdekes riportot egy TV csatornán, hogy csináltak két nagy csoportot. Ugyanolyan létszámmal, átlag életkor ugyanaz volt, idősebbekről volt szó, és az egyikkel csak sportos életmódot éltek, és a másik csapattal meg csak táncoltak. És csináltak egy felmérő tesztet, különböző mozgás és reflex és egyéb más felméréseket, és egy pár hónapon keresztül érték ezt az életmódot, és utána újra megcsináltatták a tesztet, és kiderült, hogy azok, akik a sporttal foglalkoztak, azok stabilan tartották az eredményeket, akik viszont táncoltak, azok nagyon sokat fejlődtek. Kevesen tudják, de kutatások bizonyítják, hogy azok az idősek, akik rendszeresen táncolnak, jobb memóriával rendelkeznek, mint az otthon idő társaik, vallják ezt a bátaszéki szépkorúak is. Ők maguk is mondták, hogy észrevették, hisz amikor egy-egy tánchoz hozzátartozik 5-6-8-10-15 figura, akkor ezt meg kell tanulni, meg kell jegyezni, és a táncban nincs olyan, amikor most leülünk és megbeszéljük, hanem ezt a partnerrel éreztetni kell, hogy mit is szeretnénk. És ezt át kell vinni. És tudjuk, hogy a táncban a férfi vezet. Szoktam is mondani férfi társaknak, hogy sokat táncoljunk, mert ez az egy dolog, ahol mi vagyunk, akik vezetünk. Össze tudja hozni a párokat, ismerősöket, jó baráti társaságban. És van itt olyan férfi táncosunk, aki soha életében nem táncolt, de nagyon jó focizik. És most már ott tartunk, hogy ő figyelmezteti a feleségét, hogy drágám, nehogy elkésünk, mert kezdődik a tánciskola. Tehát nagyon meg lehet szeretni.
A természet sok érdekes történetnek, irodalmi alkotásnak adott már témát, elég csak Fekete István műveire gondolni, vagy a népmesékre, melyekben számos természeti utalás van. Hódi Kati a sárkhoz szülötte és gyerekkorát a természet közelsége határozta meg, annyira, hogy felnőttként ezeket az élményei dolgozza fel az általa írt gyermekmesékben. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény halászember. Ez a halászember olyan árva volt, mint a kóró a réten, melyet még a kecskék is elkerülnek. Pedig igazán nem volt rút vagy gonosz, mégis egyedül tengette napjait. Hajnalban kelt a nappal együtt. Hódi Kati eredetileg a szociális területen kamatoztatja empátiáját, az emberekhez fűződő állandó baráti viszonyát. Aztán édesanyja lett, és miután imádja a meséket, sajátjainak is folyton mesélt. Ismert író ember, hát a történetek szépen összeálltak egy kerek egészé, és megszületett a sárkány meséi. Szerencse lehetne, csak tégy a zsebedre, 100 halat fogunk edényre. Őcsényi lány vagyok, úgyhogy sárkányban nőttem fel. A szünidőket tetszálláson töltöttük tanyasi környezetbe. Mezit lábszaladgáltunk a porba, és volt lovaskocsi a nagyapámnak. Egy csomó erdész, halász van a családban, volt a családban. Az írást pedig olyan módon kezdtem el, hogy volt egy ládikó fent a padláson, és ebben a dédnagyapámnak a dolgai voltak. Nagyon gyönyörűen írt, erdészember volt. Alig tudtuk elolvasni a betűjét, de hogy nagyon kíváncsiak voltunk, hogy miket írt. Verseket írt elsősorban mindenre, amit csak talált, papírt a szélére, szállító levelek szélére és mindenhová. És akkor mi is ott gyerekként mondtuk, hát mi is verseket fogunk írni természetesen, mert a név kötelez. A gyerekkorban ért hatások elkísérik az embert és befolyásolják a felnőtt énjét is. A mesék, melyeket Kati ír, azokból az élményekből táplálkozik, melyeket a mezők, a patakok és a rétek világából magával hozott. Ezek abszolút az én meséim. A gyermekkorom benne van, az, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől láttam. Azt gondolom, hogy ezt mind sikerült talán beleírni ebbe az 5 mesébe. És ettől érzem, én nagyon-nagyon kötődöm hozzájuk nyilván érzelmileg minden egyes szereplőhöz, a vidékhez, ahol játszódnak ezek a történetek. Én itt vagyok otthon. Anyukaként én is azt tapasztaltam, hogy a gyermekeim nagyon-nagyon szerették a meséket. Nálunk úgy nem telhetett el este, hogy egy vagy két mesét ne olvassunk el. És ezek a mesék nem olyan rövidek, de ezt én azoknak írtam, akik szívesen töltenek időt a gyermekeikkel, akiknek ez nem is lesz olyan hosszú, mert azt gondolom, hogy a történetek kedvesek, olyanok, ami szórakoztató is lehet, meg tanulságos is lehet, és közben időt töltünk a gyerekeinkkel, unokánkkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos az élő szavas mesemondás, ezt én is megtapasztaltam a saját gyermekeim kapcsán, és fontosnak tartom, hogy olyan mesékkel is találkozhassanak a gyerekek, amelyek kimondottan a sárközhöz kapcsolódnak. A visszajelzések rendkívül fontosak. Egyébként, amikor még csak kézirat formájában voltak meg a mesék, olvastam a saját gyerekeimnek, barátoknak, a gyerekeinek olvasták fel őket, és bizony volt olyan történet, ami emiatt módosult, mert hogy olyan visszajelzéseket kaptam, hogy valami hiányérzetük volt, szerették volna, hogyha például a béka, a ragyás, aki az egyik történetben szerepel, hogyha nem csak úgy elugrik a gemencben, és azt se tudjuk, hogy hová és mi lett vele, hanem hogyha lehetne tudni róla valamit, és ezért aztán meg is nősítettem őt, és egy szép békalány feleséget írtam bele a történetbe. Úgyhogy fontosak a visszajelzések természetesen, mert hiszen csak akkor fog ez élővé válni, vagy ezek a történetek akkor fognak igazán élni, hogyha minél többen olvassák, és szívesen olvassák. A szegény halál a hangos csörökből és rátotta ki mély önsajnálatából. Mi a fészke? Mondom. Ragyás, mi ütött belé?
Most meg honnan vegyek egy másik cserépedényt? Fogta a fejét a szegény halász, tiszta őrülve nyomását keltette. Nem kell cserép egy se, szólalt meg a béka. Szerencse lehetne, csak tégy a zsebedbe, és 100 halat fogunk nyelvédre. Hitte is meg nem is a szegény halász, amit a béka mondott, de mi más tehetett? Tehát itt élünk a sárközben, általában azt tapasztalom, hogy ami körülvesz minket, azt úgy megszokjuk, azt nem látjuk annak az értékeit. Sokszor idegeneknek kell idejönniük ahhoz más vidékről, hogy igazán lássuk, hogy valóban egy gemenc mekkora érték, vagy hogy egy népviselet micsoda érték, vagy az a kultúra, amivel mi rendelkezünk más módon is. Tehát ételek is megjelennek azért ebben a mesekönyvben, megjelenik a népi hitvilág, megjelennek a gyógynövényeink, úgyhogy azt gondolom, hogy sokrétű meséket igyekeztem írni, és sok mindennel találkozhat az olvasó. Tiszteljük azt a vidéket, ahonnan származunk, tiszteljük azokat az embereket, akik között élünk, tiszteljük a gyermekeinket, tiszteljük a nagyszüleinket. Én azt gondolom, hogy ezek fontos értékek. A mesék nem feltétlenül szólnak mindig a gyerekeknek. Sokszor csak közvetetten lehet átadni az információkat. Kati meséi is elsősorban a saját korosztályához szólnak. Szerintem a mese egyébként, mint műfaj, örök. Tehát azt gondolom, hogy a kicsi gyereknek is kell, hogy adjon valamit, a nagyobbnak is kell, hogy adjon valamit, de van már olyan visszajelzésem, ahol időskorú ember, nagymama, dédnagymama olvasta, és nagyon-nagyon tetszett neki a legnagyobb örömömre. Ezekhez a tárgyakhoz is kötődöm olyan módon, hogy a családban ugye mondtam már, hogy erdészek, halászok voltak, és például azt a varsát még annak idején édesapám kötötte. Úgyhogy ezek a tárgyak is olyanok, amelyekhez szívesen nyúlok és szívesen mutatom be őket. Könnyen írok, mondja. Sokszor ülök le és kiírom magamból a gondolatokat. Eddig nem hazakodtam elő velük, de azt látom, van fogadókészség arra, amit el akarok mondani. S ha ez így van, akkor előbb-utóbb lesznek mesék a bátaszéki életemből is. Bátaszéken régi hagyomány már, hogy a különböző népek, népcsoportok kultúrájával ismertetik meg az érdeklődőket. Ezúttal a moldvai csángok zenéje töltötte be az iparos házat. A moldvai csángók zenéje ma már másképpen szól a táncházakban, mint Hajdanál, Dekecsinben vagy Bákó környékén. Bár a hangszerek ugyanazok, a dalok sem változtak, csak összeültek a zenészek és egyesítették a többféle irányzatot. De erről meséljen egy szakavatottabb muzsikus, Bogdán Gergely, a Juhos Együttes vezetője. Moldvai csángó magyarok muzsikáját játsszuk. Nem mondhatnám, hogy autentikus népzenei felállásban, hiszen ez a hangszerfelállás, amiben mi már hosszú évek óta játszunk, meg a legtöbb moldvai zenét játszó zenekar Magyarországon. Ez egy kicsit speciális, talán a 90-es évektől fejlődött ki ez Magyarországon, egy kicsit a budapesti táncház mozgalom hozta be magával. A csángók zeneisége, ez nagyon-nagyon sokszínű. Ugye a pásztorhangszerek, a furuják, a kaval, az nagyon-nagyon népszerű, de ezek általában önmagukba szóltak a csángó magyarok hagyományos zenei kultúrájában. Ezt nagyon szép énekek kísérték, vagy hát a furujával kísérték az énekeket. Illetve egy másik zenei felállás az a hegedű koboz, ami szintén jellemző erre a tájegységre Moldvára, de az utóbbi időben, az utóbbi 20-30 évben általában moldvai zenét játszó zenekarok ezeket a hangszereket így összerakják, és akkor egy moldvai zenekar az általában furuján, moldvai zenekarban általában furuján, hegedűn, kobzán játszanak, és ott van egy hangszer, az a kétfenekű dob. Ez egy kicsit a Balkánra jellemző hangszer, de ezzel kísérik tulajdonképpen a ritmust, ezzel játsszák a tánc alá a ritmust. Úgyhogy általában így állnak fel a moldvai zenekarok mostanában.
ekkora termekben akusztikusan játszottak, vagy esetleg kültéri rendezvényeken, bálokon ezzel a hangszerrel. Önálló dallamjátékra is alkalmas, de akkord és ritmus kíséretre szolgál itt a moldvai népzenében. Gyakorlatilag ez egy lant leegyszerűsített változata, egy ilyen paraszt lantnak mondható hangszer. Húsi Gyula Kobzás az egyetlen a zenekarban, aki vérbeli muzsikus. A többiek táncosok voltak, és aztán tanulták meg a zenélést. A moldvai csángók elszigeteltségben éltek mindig is Erdélyhez képest. A muzsika is nehezebben jött át, csak a táncházmozgalom kivirágzása változtatott ezen. A táncházmozgalomban ez a moldvai zene az egyetlen olyan nagy átjárhatóságot jelenti talán, ami ugye a modern és a régit úgy ötvözi. Tehát mostanra már azt gondolom, hogy nagyon sok élőfurulyás is behozott dallamokat ebbe a világba, amit mi is egyébként van, hogy játszunk, amit tanultunk mesterektől, de azt tudni kell, hogy a népzenét azt különböző hatások érték már, ahogy a rádió is elterjedt, de ez nem csak a moldvaiak zenében van, ez az erdélyi zenében is így van, hogy ha tetszett valami dallam egy cigány egedűsnek, akkor azt bizony megtanulta, lehetett az akár egy klasszikus hangzás, vagy egy populáris zene, amit hallott valahol. Úgyhogy azt gondolom, a népzenét úgy kell, a népzenére, a néptáncra úgy kell tekinteni, hogy ez egy állandóan változó, állandóan fejlődő kultúra. És szerintem ettől szép, és az erdélyi zene, meg hát a moldva is, attól sokszínű, hogy egy településen sokféle náció él. A magyarokon kívül élnek románok, élnek cigányok, és hát azért legtöbbször békességben élnek, és ezek a zenei hatások, ezek egymásra hatottak. Csak a csángó zenére igaz, ez a magyar népzenére úgy általában, meg talán a magyar népre általában jellemző ez a sírva búsul a magyar, nem tudom, mit szoktak mondani, tehát hogy igen, kicsit szomorkásabb, de talán ettől van az a plusz érzelmi töltet, ami talán Európában más népeknél nem nagyon lehet megtalálni, tehát ez lehet, hogy ez egy történelmi okai vannak, vagy bármi más, ami érte a társadalmat. A bátaszéki fociban a tavalyi várakozás alatti mélypont után sok pozitívumot mutatott az új csapat és az új edző, Szőcs Lázár idei első tétmeccse a Magyar Kupa megyei selejtezőjében a Majos ellen. 5 perc elteltével a kezdeményezést mindjárt az elején magával ragadó kékmezes hazai bátaszék megszerezte vezetést. A nyári új szerzemény Tóth Tamás a jobb oldalon betört az ellenfél 16-osára, már gólhelyzetben volt, amikor Szejler buktatta. Vitathatatlan 11-es. A büntetőt Botos Tamás magabiztosan a jobb alsóba lőtte. 1-0. Továbbra is a bátaszék irányította a játékot, védekezésre késztetve a majosiakat. Negyed óra elteltével 2-0-ra növelte előnyét a hazai csapat. Lekontrázták a majost, 3 gyors passz után Lerch Marcel került helyzetbe, és szépen kilőtte a felkínálkozó jobb alsó sarkot. 2-0 a bátaszéknek. Illedezni kezdett a majos, a felívelésekkel, gyors játékosaik egyéni megugrásaival szorványosan veszélyeztettek is. Egy ilyen akció egyikéből gólt értek el a fekete fejérek. Lizák a középpályára visszalépve kiugratta a mozgékony Hók Attilát, aki még jobb helyzetben levő Bognárhoz játszott,
A középpályásnak már nem volt nehéz dolga a bátyaszéki kapuba juttatni a labdát 2-1. Szünet után egy többet futó, harcosabb Majos jött ki, amely teljesen kiegyenlítetté tette a játékot, és kapura is veszélyes volt a vendégcsapat, megtalálva a réseket középen és a széleken egyaránt, amíg összeszokatlan bátyaszéki védelemben. Jobb lett a meccs mindenképpen, és egy valóban szép akcióból egyenlített is a Majos, tegyük hozzá megérdemelten. A szervező középpályás Hók Attila Nagy Norbert összjáték után a megyebajnokság gólkirálya Lizák meglépett a védőktől, és a jobb összekötő helyéről szép gólt vágott a bal felsőbe. 2-2. Mindkét csapat döntésre akarta vinni a dolgot, kiegyenlített küzdelemből a kombinatívabb futballt játszó, több jó egyéni teljesítményt felmutató bátyaszék került ki győztesen. Megint Tóth Tamás, egyébként a mezőny legjobbja volt, a főszereplő, a Szekszárról érkező játékos remek cselekkel nyitott folyosót, illetve területet. Mégpedig a kiugró Lerk Marcelnek a csatár maga elítette a labdát, és ahogy kell, védhetetlenül lőtt a jobb sarokba, 3-2 a bátyaszéknek. Nem indultam, hát a szívem visszahúz, ugye ide, hát maradtam volna szívesen Szekszárdon is, csak ugye hát a játék lehetőség nem úgy adódott, és hát persze, ez volt a választásunk. Úgy gondolod, szeretnék, igen. Úgy gondolod, hogy itt, ha bizonyíthatsz a Megye egybe, a bátyaszék egy jó csapat lesz a korábbi évhez képest, akkor még az NB3-ra nem mondtál, hogy még benne vagy a korba? Nem, tehát... hát ha lehet, persze, az lesz, akkor mindig feljebb is, és osztályban is mindig feljebb legyek, hát és persze. Nem ez a célom nekem se, ugye, csak visszajöttem, ugye a társaság is nagyon jó minden, feljebb akarok menni mindenféleképpen, úgy van. Szűcs Lázár, az egykori ismert játékos, aztán edző, 8 év pihenő után már elérve a nyugdíjaskort, igent mondott a bátyaszékiek felkérésére az edzői poszton. És az új csapat játéka láttán bizakodhatnak bizony a szurkolók, ismét jó csapata lehet bátyaszéknek. Így harmadszorra jött össze, mert még régen ezelőtt egyszer 10 évvel is kerestek a fénykorukba, akkor nem jött össze, meg tavaly is úgy volt, hogy esetleg én leszek, de nem én mellettem döntöttek. Semmi gond, és akkor most így alakult, most az enyém a pálca. Szűcs Lázár úgy érzi, az a morális és szakmai válság, amit tavaly mélyre juttatta a bátyaszéket, már megszűnt. Az volt a cél, hogy morálisan egy olyan csapatot csináljunk, hogy aminek van jövője. Én erre azt mondtam, hogy garanciát tudok vállalni. És mondták, hogy egy-két játékos a probléma. Akikre azt mondták, hogy probléma, az én kezem alatt kezes bárányok lettek, tehát semmilyen gondom velük nincsen. Az újak, az acsádi testvérek Tóth Tamás, Hén Ferenc, Tóth Balázs érkezésével nem csak fiatalodott, hanem szemmel láthatóan erősödött is a bátyaszék, a csapat tényleg kész a küszöbön álló rajtra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!